az utóbbi napok hírei szerint, amit lehet tudni, egy gigaberuházás jön Szegedre, egy kínai gigaberuházás, ami állítólagosan nem akkumulátorgyár lesz. Gyakorlatilag nagy a titkolózás, de a Mi Hazánk mozgalomnak sok olyan kérdés felvetése van és olyan aggája van, amik azért ezt a beruházást, illetve ennek a sikerességét kérdésessé teszik. Egyrésztről nagyon fontos az, hogy mezőgazdasági területek, egészen pontosan 300 hektár mezőgazdasági területre van szükség arra, hogy ezt a beruházást megvalósítsák. Ezen területeknek a fele része állítólagosan már megvásárlásra került Szeged által, illetőleg a másik fele, ha másképp nem, akkor kisajátítás útján fog Szeged kezébe kerülni. Egyrésztről ezek nagyon magas aranykorona értékű, értékes mezőgazdasági területek, amelyek ezáltal ki fognak kerülni a mezőgazdasági termelés alól, ez pedig nyilvánvaló probléma. A Mi Hazánk mozgalom meghirdette a Viradat programját, és ebben is benne foglaltatik az, hogy a magyar gazdaságot a mezőgazdaság által kívánjuk felvirágoztatni, ezért ez számunkra teljesen elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az is, hogy legjobb tudomásunk és tapasztalataink szerint a kisajátítási eljárások során a kormányhivatal fogja megállapítani azt az értéket, amelyet egy hektárért kell, hogy fizessen a Szeged város a tulajdonosoknak, és legjobb tudomásunk szerint ezek a piaci ár alatt mélyen alatta vannak, akár fele értéke a piaci árnak az az érték, amiért tulajdonképpen muszájból kénytelenek lesznek a tulajdonosok megválni ezen ingatlanoktól. Ami azt a nyilatkozatot illeti, miszerint nyilván ez a beruházás sok olyan munkahelyet fog létrehozni, amellyel kapcsolatban a szegedieknek is hát szerencséjük lesz és gazdagodni fognak, mert ott fognak tudni dolgozni, aggályaink vannak. Lehet azt látni, hogy a kormánypárt is, a Fidesz olyan politikát folytat, amely gyakorlatilag betelepítene vendégmunkásokat, és így ezáltal igazából nem a magyar emberek, nem a szegedi munkások fognak ott munkát végezni, nem ők fognak ebből a gigaberuházásból gazdagodni. Ami fontos lehet még, hogy a Béketelepben, illetve ahhoz közel fog ez állítólagosan megvalósulni, ez a beruházás, és nyilvánvaló ez a beruházás is azért az ott lakóknak az életét befolyásolni fogja, adott esetben nyilván negatívan, hiszen ez egy, mondhatjuk úgy, hogy lakó és pihenővezető. A továbbiakban átadnám a Mi Hazánk Mozgalom Szegedi Alapszervezete elnökének, Fakkalman Istvánnak a szót, mert ő a mezőgazdasági kérdésekben szakértelemmel rendelkezik, és a továbbiakat ő fogja elérni. Parancsoljon, elnökünk. Szépen. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit ebben a sajtótájékoztatón. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a történelem ismétli önmagát. Szegediként emlékszem arra, amikor az 50-es, 60-as években nagyapámnak a földjét a kommunisták elvitték azért, hogy különböző kollektivizálási folyamatokba bevigyék ingyenesen, és amit kaptak érte, vagy nevetséges, vagy semmi, vagy fenyegetés volt. Azután ismétli magát a történelem olyan vonatkozásban is, hogy a 70-es években elhangzott egy olyan, hogy jön a sárga veszedelem. Ez egy jósnő mondta valamikor, tulajdonképpen a kínaiakról van szó, akik most ugye a Belgrád-Budapest vasútvonalon gyorsan be fognak jönni az áruikkal, és továbbra is a különböző iparunkat, mezőgazdaságunkat hátrányosan befolyásolja ez a gyorsaságunk. Nem bántva a kínai beruházókat egyáltalán, de a technikát, amellyel itt titkosított eljárásokkal és szerződésekkel akarnak teret nyerni, az fölháborító. Mivel most volt október 23-án, emlékezzünk meg arról, hogy a műegyetemisták a szegedi 12 pontot 16 pontra kiegészítve, annak 8. pontja a következőképpen szól, a külföldi szerződéseket hozzák nyilvánosságra. Olyan titkosítással van a kormány is, és olyan titkosítással van a városháza is a vonatkozásban, hogy milyen beruházás jön, hogy csak találgatni lehet. Először azt mondták, akkumulátorgyár nem lesz, utána azt mondták, hogy elektromos busz összeszerelő üzem lesz, utána ezt száfolva mondták, hogy autóbusz vagy autógyártás lesz majd itt a Béketelep környékén, úgyhogy nem tudjuk pontosan miről van szó, fölháborító, hogy 2023-ban saját nemzetünk nem tudja, hogy a nemzetünk sorskérdéseit befolyásoló beruházások miként jönnek ide Szegedre.
Hogyha mezőgazdászként azt tudom mondani, hogy mit ér 300 hektár föld, akkor azt tudom mondani, hogy a földek minősége aranykorona értékben van meghatározva. Az itteni földek, amelyeket most ki akarnak sajátítani, 30-40 aranykoronás, nagyon jó minőségű földek. Ennek az egyenértéke a következő. 300 hektár szántóföldön mögterem 1500 tonna búza minden évben. Mögterem 2400-2500 tonna kukorica minden évben. Ebből a kukoricából 3000 darab sertést lehet fölnevelni, amelyből 90000 kiló kolbászt lehet készíteni. Abból a gabonából, amit az előbb mondtam, hogy 1500 tonna, abból pedig annyi kenyeret lehetne sütni, hogy Szeged két havi ellátását biztosítja a fogyasztók részére. Tehát ez a föld nagyon értékes, és ne felejtsük el, hogy volt egy olyan ember, egy olyan akadémikus, Stefanovics Pál, aki tulajdonképpen a talaj szerelmese volt, és a legjobb ismerője volt. Ő azt mondta, hogy a talajon nem csak állsz, hanem élsz is. Mi élni akarunk ezen a talajon, mi mezőgazdászok termelni akarunk ezen a talajon, és az ellátásban pedig részt venni. Ne felejtsük el azt se, hogy 1000 éves alkotmányunk úgy szól a földről, hogy a földet azt nem lehet megsemmisíteni. Tehát a termőföldet nem lehet megsemmisíteni. Hogyha elhordják róla a felső humusz réteget, amely a legvagyonosabb része egy földnek és a legjobb jellemzője, akkor ez a föld megsemmisül. Ez még egyszer termővé évezredek alatt, évszázadok vagy évezredek alatt fog ismét fordulni, hogyha egyáltalán ez szabaddá teszik majd. Azután a másik kiáltvány pedig úgy szólt, hogy a rendeltetését nem szabad megváltoztatni a birtoknak. Ez abszolút a rendeltetés megváltoztatása, amelyet most kezdeményeztek, mert hiszen egy élő mezőgazdasági termelők által művelt körülbelül évente 24 millió forintot az Európa Unió területalapú támogatásként honorálva a gazdáknak a tevékenységét, ettől mind elestek. Elestek a birtokjogtól, a tulajdonjogtól, és valami nevetséges árat említettek, hogy 2 millió forintot akarnak talán az értékbecsülő alapján adni a földtulajdonosoknak, a birtokosoknak. Hát ezt lehet mondani, hogy a 43-as felépítésénél, amikor kisajátították a földeket, ott is 4-5 millió forint volt már az ára. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a termőföld, ez nem játék. Ezzel nem szabad így gazdálkodni, a termőföldet hűen őseinkhöz védeni kell, mert egy megújuló természeti erőforrás. Minden évben termelésbe vonható, és minden évben a magyar emberök asztalára kerül annak portékája. Azt lehet mondani, hogy élni akarunk az ellenállás jogával, és ellenállunk annak, hogy a jó termőföldjeinket különböző ipari beruházások színterévé tegyék. Van itt éppen elég föld, éppen elég terület, elhagyott üzem, amelyikre föl lehetne építeni bármilyen összeszerelő műhelyt, vagy bármi más beruházást tenni, de ne feledkezzünk meg arról se, hogy van nekünk egy igényünk már évtizedek óta, ez pedig a harmadik híd, amit 1944-45-ben lebombáztak, ez a vasúti híd, amely Szegednek nélkülözhetetlen a forgalom vonatkozását. Tehát megvédjük a magyar földet, a magyar föld nem eladó.